Addig magamról néhány szót elmondok. Én 97-ben végeztem a Sopronban az erdőmérnöki szakon, és ezután 21 évig erdőtervező voltam. Ebben az időszakban, ennek az időszaknak a végén kezdtem el a távérzékeléssel foglalkozni, illetve a lehetőségeket keresni, hogy az erdőtervezésben hogyan tudjuk hasznosítani ezeket az adatokat. Aztán ennek az lett a vége, hogy az EnviroSense Hungary Kft.-hez kerültem térinformatikai fejlesztőmérnöknek, mérnökként. Ott is dolgozom, illetve az EnviroSense más partner cégekkel együtt létrehozta a Woodvisor Kft.-t, amiben az erdészeti adatok fejlesztését, módszereinek kidolgozását, erdészeti információk távérzékelés alapú előállítását és az értékesítést végzi. Tehát ez így a kapcsolata két cég között. Röviden az EnviroSense tevékenységét bemutatnám, az adatgyűjtési lehetőségeinket, néhány általános terméket felvillantanék, mert nagyon a következő dián fogjátok látni, hogy nagyon sok ágazatnak dolgozunk. Majd természetesen egy hosszabb lélegzetvételben az erdészeti termékek jelenlegi állapotáról, illetve a fejlesztési lehetőségekről, a jövőről szeretnék beszélni nektek. Azt látom, hogy a színek kicsit elcsúsztak itt a sok szép színes térképet, majd akkor megpróbálom több beszéddel bemutatni nektek. 2009-től működik, tehát 15 éve működik az EnviroSense, jelenleg 40 fővel dolgozunk, és a távérzékelés mellett a kutatásfejlesztés, mivel egyetemi háttér, egyetemről indult a cég, ezért a, gondolom ezért a kutatásfejlesztés még a mai napig nagy jelentőséggel bír, amivel ezt a sok-sok ágazatot kiszolgáljuk, ez csak egy része, akiknek dolgozunk, különböző szolgáltatásokat és természetesen egy-egy kampány vagy projekt munkákat is végzünk. Tehát alapvető célunk, hogy teljes körű távérzékelési szolgáltatásban valósuljanak meg a projektjeink, illetve a megrendeléseinket e módon teljesítsük, ami mondjuk műholdas és légi adatgyűjtésből, terepi adatgyűjtésből az itt nyert adatok feldolgozását jelenti, ezek elemzésével és fejlesztések alkalmazásával, használatával egy információszolgáltatást nyújtunk, aminek mondjuk egy megtestesülése az egy online webfelületen egy 0-24 órában elérhető, tehát minden nap, minden percében elérhető szolgáltatás nyújtása, ahova a felhasználók kapcsolódnak, és a saját adataikat bármikor láthatják, illetve a mi dolgunk pedig az aktuális állapotban tartás. Alapvetően nagy felbontású légi felvételekkel, lézerszkennert adatokkal, hiperspektrális felvételekkel dolgozunk, de egyből a következő terméket, amit bemutatok, idősoros műhold felvételeket is használunk, mindezt térinformatikai megoldásokkal, szuperszámítógépes környezetben végezzük el ezeket az adatfeldolgozó feladatokat. Először az eszközparkunkról néhány szót, tehát milyen eszközökkel dolgozunk. Két kis repülővel repülünk alapesetben, az egyik lézerszkenner és kamera, 150 megapixeles kamera a felszerelése, a másikban pedig benne van a hiperspektrális szenzor és egy 100 megapixel felbontású kamera. Eddig használtuk, de a kollégáim tavaly mondták, hogy most már lehetőség van, hogy az egyik gépbe egyszerre három eszközt is bele tudunk tenni. Nyilván így a költséghatékonyságot fogjuk növelni. A bal oldalt látjátok a LiDAR kameránkat, ami egy 2 MHz-es teljesítményű Rigl LiDAR eszköz, ami akár 1,3 millió mérést is lehetővé tesz másodpercenként. A másik pedig a Phase One 150 megapixeles kameránk,
ultra nagy felbontásban készít digitális felvételeket, és több lencse is tartozik hozzá. A lézeres letapogatás eredménye egy nyers pontfelhő, ami egy pontról a felsorolt attribútumokat tartalmazza, majd a nyers pontfelhő adatfeldolgozás, pontszűrés ellenőrzés után, akár egy osztályozás után egy osztályozott pontfelhő, ami sajnos a színek hiányában nem nagyon jön ki, de azt higgyétek el, hogy itt ezen az ábrán különböző színnel ábrázoltuk a domborzatot, a cserjeszintet és a nagyobb magasságú növényzetet. Sajnos itt az erdei részletből sem látszik sok minden, ez is egy osztályozott kép. A kamera rendszerünkkel elsősorban nagy felbontású ortofotót készítünk, 5 cm körüli ortofotót tudunk előállítani, a nagyvárosok repülését így végezzük, tehát már számos nagyvárosunk rendelkezik 5 cm-es felbontású valódi ortofotóval, amin a magas épületek, illetve a fák sem dőlnek, ellentétben a hagyományos domborzatmodellre rektifikált ortofotókkal. A hiperspektrális technológiánkhoz tartozik ezt egy harmadik eszközzel mérjük. Ennek az a nagy előnye, hogy a multispektrális, illetve a hagyományos optikai NIR kamerákkal ellentétben, amik diszkrét hullámhoztartományokban mérnek, 4, 8, vagy a műholdak esetében 13 helyen a hullámhoztartományban, ez egy folytonos görbét produkál az egyes objektumok visszaverődési értékei tekintetében. A 400 ezer nanométeres spektrális tartományban akár 250 helyen is mintát vehetünk, és egy ilyen hatalmas információtartalmú adatkocka keletkezik. Természetesen, ha ezekből a sávokból kiválogatjuk a vörös-zöld-kék csatornákat, akkor egy ugyanolyan hagyományos színezésű kép készül, mintha kamerával fényképeztünk volna, viszont az információ tartalma 100-szoros kb. Ez elsősorban az osztályozásokhoz, a növényzet osztályozásához jelent nagy segítséget, a fafajok, illetve akár a gyepek osztályozását is nagyobb részletességgel tudjuk elvégezni. Használunk még műhold képeket, a Sentinel az egy radar műhold, ami mikrohullám energiajelet kibocsájt és érzékeli a visszaverődését. Hát oda felírtam, a Sentinel 1A és 1B adatait használjuk, de sajnos tavaly azt hiszem, tehát néhány hónapja az 1B műhold működése leállt, ezért csak az 1A szolgáltat adatokat, így a gyakori 6 napos visszatérési idő 12 napra rövidült. Ezen mikrohullámú jelekből elsősorban a felszín magasságát tudjuk nagy pontossággal figyelni, és különösképpen a változásokat, ha felszínben változás történik, akkor az gyorsan kimutatható, illetve mi a vetéstérképünkhöz használjuk, amit a következő dia után be is fogok mutatni. Ott például a szántott, illetve a már kikelt vetés felülete is megkülönböztethető a segítségével. A vetéstérképhez használjuk többek között még a Sentinel 2 műhold optikai képeit, amely 13 hullámhosságban készít felvételeket. Ebben a hullámhoztartományban ezekből a 10 és 20 méteres felbontású sávok adatait tudjuk felhasználni, illetve fafajosztályozáshoz is használjuk. Néhány terméket bemutatnék, ami még nem erdészet. Ez a vetéstérképünk, amit minden évben elkészítünk a teljes országra. A szántóföldi kultúrákat ábrázoljuk ebben.
elsősorban 2, 4, 5 növény, illetve van egy egyéb kategóriánk, így jelenítjük meg, de kutatásfejlesztési, illetve az idén úgy tudom, én ugye nem ebbe folyok bele, de 10-12 növényt fogunk elkülöníteni, és így készítjük el az idei vetéstérképet. Ezt szeretem az erdészeti előadásokon felvetíteni, hiszen a sok szőlőből több bor lesz. Ezt a kutatásfejlesztési projekt keretében a Mádon készítettük el, a Szőlőhegyen. Itt a tőkehiány detektálása volt a cél, amihez felhasználtunk borított felszínmodellt, infravörös ortofotót, abból NDVI értékeket számoltunk, és határértékek keresésével próbáltuk megállapítani, hogy hol hiányzik a tőke. Hát itt a piros pontok azt jelentik, látjátok, hogy elég nagy a tőkehiány, illetve ezzel együtt egy gombabetegség hatását is vizsgáltuk. Tehát egyrészt a tőke, azt is tőkehiányba soroltuk, ahol már elkezdett pusztulni, vagy már el is pusztult a adott szőlőtőke. Mivel a pontfelhőnk, a lidar pontfelhők háromdimenziós, tehát nyilván minden pontnak van XYZ értéke EOV-ben, néhány centiméteres pontossággal előállítva, ezért alkalmas például beépítési magasság vizsgálatára. Tehát itt a kollégáim olyan projektben dolgoztak, hogy meg kellett állapítani, hogy melyik területen vagy adott területen, mondjuk egy önkormányzat által meghatározott területeken, mekkora a beépítési magasság. A tájfutók előszeretettel használják a domborzat modellünket, és szerintem a borított felszín modellünket, ez alapján már számos térképet aktualizáltak, a legkorszerűbb adatokat felhasználva, például Szentendre belváros térképe is így készült, folyamatos megrendelésünk van tőlük, illetve ha itt a munkatársam története alapján, ha egy tájfutó a vértesben összefut egy hat történetkutatóval, és elmondja neki, hogy ő a domborzott modellt milyen jól tudja használni a munkájában, akkor a hat történet kutató felveszi velünk a kapcsolatot, és kér egy mintaterületet, és azóta ezt a két képet már a National Geographic is egy cikkecskében megjelentette ő. Méghozzá az volt a történet, hogy ők állítólag 20 éves hagyományos kutató munkájuk során a hát kékkel, talán kéknek látszik, a kékkel jelölt területeken találták meg a hadtörténeti jelentőségű dolgokat, lövészárkok, temetők, ilyesmiket. És ránézve a mi domborzat modellünkre, hát itt a kicsik talán nem jönnek annyira jól ki, de itt ezeket pirossal ő karikázta be, ez talán látszik, hogy valami lövészárok vagy sánc lehet. Azt mondta, hogy ő a mi domborzat modellünk alapján 10 perc alatt megtalálta a következő 60 év kutatási munkáját, úgyhogy köszöni szépen. Aztán az épület modellünkből nem sok látszik, itt a színek miatt, de ha már beszkenneljük a földi objektumokat, akkor természetesen az épületeket is, és csinálhatunk egy olyan weboldalt, amin a regisztrált felhasználó kiválasztja, hogy melyik épületre kíváncsi, annak mi legyártjuk a 3D-s tetőmodelljét az összes paraméterrel együtt, élhosszak, tetődőlés, tetőfelület, többek között. Ez egy Excel táblában vagy egy adatlapon ki tudja nyomtatni, vagy Excel táblában letölti. Természetesen az ács vállalkozók ezt nagy szeretettel használják az árajánlat adáshoz, mivel megspórol egy terepi kiszállást. És akkor áttérnék az erdészeti adatainkra. Ezt az országos légi lidar és digitális mérőkamerás felmérésünk tette lehetővé. Ugye a cégünk pár éve elhatározta, hogy mivel erre semmiféle egyéb elhatározás nem született semmilyen szinten, ezért mi beszkenneljük az országot.
az ország összes területéről lidar felvételeket készítünk, és ortofotót. Ez folyamatban van ez a projektünk, és hogyha nyilván a repülőnk erdő fölött repül el, akkor az erdőkről is tudunk adatokat gyűjteni és szolgáltatni. Ez egy nagyon friss állapot az idei tér után. Ugye lomtalan állapotban repülünk, hogy a domborzat modellünk tökéletes legyen, illetve a fákról, illetve az épületekről, meg bármiről így is elegendő pont verődik vissza. Ez az április 9-i állapot. Hát tavaly voltunk olyan 55-58%-nál, most még hozzátettük itt a nyugati határszélt, illetve keleten repültünk többször. Hát az ország kétharmadát közelítjük. Most tervezett befejezés 2025. És azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezt saját elhatározásból, saját költségen kell csinálnunk, ellentétben a környező országokkal, ahol például Lengyelország, Szlovákiából töltöttem le mintaadatokat, azokat is megvizsgáltuk. 10, 20, 30 vagy akár 70 pont per négyzetméter sűrűségű pontfelhő tölthető le bárki által, sokszor még regisztrálni sem kell, és a teljes országot 3-4-5 évente beszkennelik, gondolom EU-s vagy nemzeti támogatásból ezt meg tudják tenni. Hát mi saját költségen repülünk egyenlőre. És akkor így néz ki az erdei pontfelhőnk, amin hát alapból, magasság az alapból mérhető, így kézzel bárhol, jól kijön a lomkoronasátor borítottsága, illetve ahol alsó szint van, az is meghatározható egy nagyobb pontsűrűségű állományból. Itt egy fenyő állomány metszetét láthatjátok. A pontfelhő feldolgozásunk lépéseit gyűjtöttem itt össze. Először meghatározzuk a nagyon pontos párcenti pontos domborzatmodellt, amin akár a kidőlt fák vagy az erdészeti művelés pásztái is látszanak. Ez 5-10 centi pontos a vertikális, tehát 5-10 centiméter a vertikális pontosságunk. Majd meghatározzuk a borított felszínmodellt, a kettő különbségéből pedig a erdő területen, vagy a fás területen a fa egyedek magassága határozható meg. Majd ezután azon, a nagyobb pontfelhő esetén azonosíthatók a törzsek, amiben már 3D-s pontfelhőben, voxel felhőben dolgozunk, megfigyeljük a csoportosulásokat, és így a törzs azonosítható nagy pontfelhőnél akár az átmérő is. Illetve, ha nincs elegendő pontunk a törzsön, akkor a koronavoxelek vizsgálatával meghatározható a fa közelítő csúcspontja, majd ebből dendrometriai jellemzőket tudunk meghatározni. Tehát megvan a faegyed, a törzs pozíciója EOV-ben, megvan a famagasságunk, megvannak a koronaméretek, akkor ebből a törzsátmérőt egy regresszióval nagyon jól tudjuk közelíteni, és akkor így már körlapot és fatérfogat is meg tudunk állapítani. Tehát végeredményben egy faegyed térképet kapunk az összes faegyed dendrometriai jellemzőjével. Természetesen ehhez fafajok is kellenek, hiszen fafaj szinten, fafajonként elkülönítve határozzuk meg az egyes fafajok fatérfogatát. Ez egy mintaterülete, a ságvári mintaterületen háromféle fafajosztályozást végeztünk. A hiperspektrális kameránk alapján, a PlanetScope műhold felvételek alapján ezek 3,5, de hát szerintem inkább 4 méteres felbontásúak, illetve Sentinel-2 10-20 méteres felbontású sávokat felhasználva Sentinel-2 műhold alapján 10 fafajt sikerült jól elkülönítenünk. Hát ez most, amelyik jobban látszik színileg, azt kiemelném, itt jól kijönnek a cseresek, azon belül a kocsányos tölgy, itt lilával, azt hiszem, igen, itt ezen a képen lila, illetve a fekete dió például, itt egy nagy akácos rész, nyugati ostorfa foltokat azonosítottunk, ez pedig az ezüst társas kőrises rész. A völgyben természetesen az égerek is nagyon jól kijönnek a jó színezéssel.
Hát itt a háromféle fafaj osztályozás előállításában az árérték arány ugye az is számít, illetve a részletesség, hiszen a hiperspektrális felvételezés felbontása 1-2 méter, a planetszkópé ugye 3-4 méter, mondjuk így, a Sentinelé pedig 10-20 méter. Ez ingyenes, ez egy kicsit drágább, ez kerül a legtöbbe. Tehát nyilván egy-egy projektnél ezek az árérték alapján kell dönteni. A fafaj osztályozásról még lesz szó itt az előadásom végén. És hogy meggyorsítsuk az adatok elérését a felhasználóink felé, ezért létrehoztuk az nvmap.hu weboldalt, mint egy webshopot, ahol itt regisztrálva és bejelentkezve minden egyes felhasználónak lesz egy saját fiókja, amiben ő kiválasztja, hogy mit szeretne letölteni, és épületmodellt, ponthálót, ilyesmit, és akkor mi legyártjuk, és leszállítjuk neki, ezt mondjuk 3 napon belül. És ha már meg tudtuk tenni ezt mondjuk az épületekre, vagy a domborzatmodellre, akkor miért ne tehetnénk meg ezt az erdészeti adatokkal is? Tehát az nvmap.hu oldalon belül létrehoztuk az erdőnvmap.hu erdészeti adatok webshopját, ahol ugyan ezt be is mutatom a működését, hát a base mapet nem látni sajnos, itt van egy OSM alapú alaptérkép egyébként, a képen is, csak a kivetítő miatt nem látni. Ezen jelöljük, hogy honnan, mely területekről elérhetők felvételeink, és mindenki a személyes fiókjába bejelentkezve kijelölhet egy területet, így, hogy melyik erdőterületről szeretne letölteni csak raszteres adatokat, itt sajnos nem látszik, majd mondom, raszteres adatok, fatérfogat adatok, vagy faállomány adatbázist, amiben mind a 2-4-6 termékünk benne van, ami a digitális ortofotó, a digitális domborzatmodell, a felszínmodell, a kettő különbsége, ami a famagasság modell lesz, illetve ezek a raszteres adatok, illetve vektoros adatokként a koronavetületek és a faegyedek térképét természetesen korona területtel is, faegyedenkénti, fafajonkénti fatérfogattal. De lehetőség van, ha nem akarunk rajzolni, vagy több területet is leszeretnénk tölteni, akkor feltölthetünk ShapeKML vagy GeoJSON fájlt is, ezzel kijelölve az érdeklődési területet. Ezek után természetesen erről értesítést kapunk mi is, az előállítók, előállítjuk a kért adatokat, feltöltjük mindenkinek a személyes fiókjába, addig itt a várakozik státuszban van az érdeklődési terület, majd amikor feltöltöttük, akkor elkészült állapotba kerül, természetesen erről mindenről a regisztrált e-mail címére a felhasználók értesítést kapnak, és itt a csomag letöltésével elérhetővé válnak az adatai. Itt újra bemutatnám az elérhető termékeinket, hogy kb. Hogy néznének ki, ha egy halványilag szebb színűek lennének, de talán látjátok, valamennyire látni ez a domborzat modell, ami nagyon jól felhasználható a víz visszatartási, talán már inkább manapság erről kell beszélnünk, víz visszatartási tervek készítéséhez, vagy akár vágásszervezési tervek készítéséhez is, hiszen a centiméter pontos magassággal nagyon jól kijönnek rajta az utak, a meglévő utak, közelítő nyomok, árkok, mélyedések, és ezeket mind figyelembe lehet venni a tervezések során. A borított felszín modell talán inkább a kilátók tervezésénél jöhet szóba leginkább, ahol a láthatóságot tudjuk vizsgálni számítógépes környezetben. A borított felszín modell normalizált változata, a famagasság modell,
az a rasteresen tartalmazza a famagasság adatokat, illetve a lomtalan állapot, lommentes állapotban készült ortofotónk. 20 cm-es, illetve egyszer 1 méteres felbontásban áruljuk ezeket standard termékként, de elő tudjuk állítani a felméteres, illetve a 15 centis ortofotót is. A vektoros állományok végterméke pedig egy poligon, illetve egy pontállomány, amit már az előbb mondtam, így néz ki, körülbelül egy faegyedet ezzel a koronavetülettel és ezen attribútumokkal ábrázolunk. Ez természetesen bármelyik térinformatikai rendszerbe beilleszthető, shape vagy map formátumban tudjuk szállítani ezeket. Magasság, átmérő, fatérfogat, fafaj szinten. Néhány referenciaadat, összehasonlító adat, ez még a módszer kifejlesztésekor készült, a Szenyér 18D 2,3 hektáron, az adattárban 849 köbméter volt, a letermelt fa köbözése 1302 köbmétert adott, a csak lidar alapú felvételezés, azzal azt a módszert, amit az előbb bemutattam, az 1143 köbméterrel egy 12%-os eltéréssel tudta megmondani a valós, megközelíteni a valós fatérfogatot. Ha a terepi köbözést természetesen ebben az esetben elfogadtuk valós fatérfogatnak, illetve földi mérésekkel kiegészítve 5%-os hibát tudtunk itt elérni. Arról nem is beszélve, hogyha itt az erdőgazdálkodó az adattári 849 köbméter fakészletből indult volna ki, akkor a valósághoz képest egy 13 millió forintról nem is tudott. Itt talán látszik valamennyi abból, hogy a Tóth Miklós diploma munkájából a debreceni nagyerdőben egy 1 hektáros területet ő azt mondta, hogy kijelölés törzsenként felvesz. Ő számolt 275 darab törzset, mi meg csak lidarból, tehát itt már nem volt nyilván terepi kisegítés. 276 darabot találtunk, hát azért nem mindig vagyunk ilyen pontosak, de jó látni ezeket az eredményeket. Itt 3 erdőrészlet fatérfogatát is összehasonlította. Ezt most elmondom, mert még magam se látom a számokat, úgyhogy ti sem látjátok. Nézzük csak a grafikonokat. Ez a mi fatérfogat adatunk, ez van az adattárban. Ez a nyírerdő terepi jegyzőkönyve alapján készült grafikon, a saját felmérését azt sajnos nem látjuk, de talán higgyétek el, hogy valahol idáig tart az övé. Tehát a lézeres adatok elég jól megközelítették mind a két terepi köbözést. Hasonló volt egy másik erdőrészletben, illetve ezek gondolom két kisebb erdőrészlet volt, hasonló eltérések adódtak. Aztán ez az egyik zászlós hajónk, ezt szeretem mutogatni, a Miklósi 4-e 100% cseres vágásérett erdőrészlet pontfelhőjét látjátok, ilyen pontfelhőkkel dolgozunk az ország kétharmadán, amiben most még nem számoltam ki, hogy mennyi erdőterület, hogy az erdőterület hány százaléka esik bele, de az északi középhegység be hiányoznak nagyobb foltok, a többit azért nagyjából már lerepültük 4 év alatt. Azt talán mondtam, hogy 25-re tervezzük, hogy végzünk az országgal az ország teljes lefedettségével. Tehát ilyen a pontfelhő, ahol cserje szint van, az is látszik, ezen a törzsek is jól látszanak, illetve a koronapontok is nagyon jól kijönnek. Gondolom ez az eredménye annak, hogy miután lefuttattuk a faegyet kereső algoritmust, amit kinagyítva itt próbáltam nektek megjeleníteni, ez a teljes erdőrészlet. A lézeres adatokból ennyi köbméter jött ki, a véghasználat után feldolgozott fatérfogat pedig ennyi volt, tehát itt nem csak az elegyarány volt 100%, hanem a pontosságunk is.
Ezt még el kell itt mondanom, hogy ez egy olyan fel, tehát mi bruttó fatérfogatot határozunk meg inkább egy-egy erdőrészletre, és itt a referenciaadat is egy olyan bruttó fatérfogat volt, amiben az összes felaprítható gajat és ágat is beleszámoltuk, átszámoltuk köbméterbe, és úgy jött ki ez az adat, teljesen függetlenül. A kutatás-fejlesztési ágazatunk is elég erős, és az idén például az egyetem, az EnviroSense-el kötött együttműködési megállapodást. Ennek keretében már tartottam egy távérzékelési órát, illetve az erdőrezervátum kutatásba próbálunk részt venni. A LIDAR adatainkkal próbáljuk segíteni az erdőrezervátumok felmérését, ami folyamatban van az egész országban. Itt a Tátika erdőrezervátumhoz szolgáltattunk itt jelen esetben ingyenesen lézeres adatokat. Ez így néz ki a Tátika Várhegy, itt talán kivehető a Várom is, és illetve a famagasságokat. Ez 5 méter szélességű profilban elmetszettem a Tátika Várhegy pontfelhőjét. Itt látjátok már, hogy osztályozva van a domborzat, illetve a növényzet. Itt látszik, hogy itt vannak a hatalmas bükkök, ahogy megyünk felfelé, természetesen egyre alacsonyabb fák vannak, de hát ezt automatikusan is fel tudjuk dolgozni, méghozzá így. Így néz ki a domborzat modell ebből a pontfelhőből, amin természetesen az összes pont rajta van, a domborzat, az erdők, az épület, ebből meg tudjuk mondani, hogy ilyen a domborzat. Itt talán nem látszik annyira jól, itt nagyon érdekes kis gödröcskék, képződmények vannak, amik talán régészeti jelentőséggel is bírnak. Erről sajnos további információm nincs, de majd a feldolgozás során talán ki fog derülni, de természetesen a fő termék, a fő adatunk, itt is a koronavetületek, a faegyedek meghatározása, amit aztán össze tudunk vetni az erdőrezervátum hagyományos terepi felvételezésével, és ezáltal is tudjuk növelni a hozzáadott értéket. Néhány fejlesztésünket mutatnám már be az utolsó előtti dián. Ez a projekt már elindult, természetesen ahhoz, hogy jó fa térfogataink legyenek, fafajtérképnek is jónak kell lenni. Ezt most mi elkezdtük országosan és nemzetközivé akarjuk tenni. Műhold felvételek, különböző felbontású, minél nagyobb felbontású űrfelvételek alkalmazásával. Ezt már elkezdtük, és egy éven belül remélhetőleg meg is csináljuk az országra mindenképpen. Akkor az EnviMap erdő felület, a weboldalunk, tervezzük tovább fejleszteni, hogy minden egyes saját felhasználó a saját fedvényeit feltölthesse, amit ő szeretne, amit természetesen csak ő lát, illetve különböző lekérdezéseket lehessen végezni. Tehát ha például fent van a domborzat modellje a saját területéről, akkor mondjuk egy lejtő kategóriaképet tudjon készíteni, vagy mi előállítjuk, és abból is le tud kérdezni, vagy a weboldalon egy-két egyszerű kattintással tetszőleges lejtést le tud kérdezni. A megbízhatóság növelésén is dolgozunk, folyamatosan referenciaadatokkal hasonlítjuk össze a lézeres felmérésünk eredményeit, a faegyed térképek eredményét. Hát sok olyan erdő van, ami nem úgy néz ki, mint az előbb kivetített vágás érett idős cseres, hanem mondjuk olyan erdők is vannak, aminek a fele cserje szint, hát ott azért más módszereket kell alkalmaznunk, ezen folyamatosan dolgozunk, hogy azokban is minél közelebb megközelítjük a valóság eredményét. Illetve a korona alak pontosabb detektálása is nagyon fontos a pontosság növeléséhez. Ezt itt be is mutatom nektek, hogy ez a kettő volt eddig. Először ilyen pixeles, kicsit Minecraftos koronákat tudtunk rajzolni, utána négy sugárral, Bézier görbék segítségével közelítettük a korona alakját, most pedig már 8 irányú sugárra rajzolt Bézier görbével tudjuk a valóságosabb koronát megfogni.
Illetve ez egy megvalósult jövő, mert természetesen az is fejlesztés, hogyha mi növelni tudnánk a pontsűrűséget, és nem mondjuk átlagosan 5-10 ponttal repüljük az országot, hanem mondjuk 200-zal, ahogy ez a felmérés készült, Hódmezővásárhely parkerdeje 200 pont per négyzetméter sűrűséggel előállt. És ez már lehetőséget adott arra, hogy a mesterséges intelligencia alapú osztályozó ebből leválassza a fakorona pontjait, a törzs pontjait, a talaj természetesen az megy a kisebb pontsűrűségből, ebből nyilván nagyon sokkal részletesebb lesz a domborzatmodell, illetve itt az épületeket már le is vágtuk róla, itt ezeken a fekete területeken épületek állnak, ezeket mind meg lehet különböztetni. És hát itt a faegyedek szempontjából a megkülönböztetés az azért is fontos, mert egy ilyen sűrűségű pontfelhőből, egyébként egy kicsit kevesebből is, de itt nagyon jól működik. Tehát így látjuk ezeken a pontfelhőkön a faegyedeket. Itt látjátok kívülről, itt egy keresztmetszeti képen, és ha egy ilyen fatörzset feldarabolunk 20 centiméterenként mondjuk, vagy 20-30 centinként, és meghatározzuk ezeket a hengereket, akkor nagyon szépen modellezhető maga a fatörzs, ami aztán egy elég pontos választéktervezéshez ad alapot. Tehát ez is egy fejlesztési irányunk tulajdonképpen, ami ebben az esetben már meg is valósult. És akkor most megköszönném a figyelmet.